Szeretettel köszöntöm Önöket, Fehérvári Beszélgetések című műsorunkat látják. A mai műsorban egy olyan székesfehérvári házaspárt szeretnék Önöknek bemutatni, akik nyugdíjasként nagyon sokat tesznek a városért, és lépten nyomon beléjük lehet akadni, hogyha úgy tetszik. Biztos, hogy nagyon sokan Önök közül is ismerik őket. Ismerjék meg most velem Fröschl Ferencet és kedves nejét Anit. Szeretettel köszöntöm Önöket a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat. Köszönjük. Hát azért hívtam Önöket ebbe a mai műsorba, mert hát azért lépten nyomon, ahogy mondtam is a felvezetőmben, Önökre lehet bukkanni itt a város életében. Egyrészt ugye nagyon sok önkéntes munkát vállalnak, másrészt ugye azért van egy-két olyan dolog, amihez Önöknek közük van. Úgyhogy ezekről mind be fogunk számolni, és hát egy közelmúltban egy nagyon nemes elismerést kapott Ön, kedves Ferenc, úgyhogy erről is majd szeretném, hogyha elmesélnénk, hogy milyennek a története. Jó, rendben, hárunk elé. Kicsit beszélgettünk a műsorunkat megelőzően, és azt tudom, hogy 46 éve már házasok, amihez szívből gratulálok. Köszönjük szépen. Hogy kezdődött az Önök közös élete együtt? Hát nagyon-nagyon ugye fiatalon kezdődött, a párom is és én is anno a Koloritba, Patexba dolgoztunk mind a ketten. Ő villanyszerelőként, én pedig úgy kerültem oda, hogy kezdtem az életem a nulláról. Az mit jelent? Hát tulajdonképpen az, hogy ahova jelentkeztem iskolába, annak idején a szüleim nem engedtek el, nagyon jó tanuló voltam mindig, és mint egy falusi kislány bekerült egy nagy gyárba, és fiatalon, tehát ott kezdtük tulajdonképpen, úgy mondhatom, a közös életünket, ott ismerkedtünk meg, és néhány év után kötöttünk házasságot 1971-ben. Hát ugye ebből a házasságból azért születtek gyermekek és így unokák van, is. Így van, most így már a gyermekek nagyok. Hát igen. Az unokák is most már lassan. Nagyok. A nagyobbik is elmúlt már 20 éves, úgyhogy megy az idő. Ugye, ahogy mondtam, hogy nyugdíjasként nagyon sokat tevékenykednek. Van egy nagyon jó elképzelése a városnak. Ugye van ez a négykezesked című foglalkozás, amit ugye minden alkalommal, most is szeptembertől kezdődően már minden héten el lehet látogatni erre a foglalkozásra, és ott Önökkel lehet találkozni. Mi történik egy ilyen foglalkozáson, és kik vesznek részt, kiknek ajánlott? Ezen a foglalkozáson tulajdonképpen 5 éve indult ez a foglalkozás. Az egyik nyugdíjas kis kolléganőnk kérte segítségét a Hetet Hét Játék Múzeum részére, hogy biztos mi gyűjtöttünk össze gombokat, fonalakat, ami már nem kell otthon, és ha tudjuk, akkor adjuk oda a játékmúzeumnak, mert ott szükség van rá. És az első pár foglalkozás tulajdonképpen ebből indult ki, hogy hát akkor mi lenne, ha ezekből a gyűjtött dolgokból olyan dolgokat csinálnánk, illetve foglalkoznánk kötés, horgolás, makramézás, géppel varrás, és minden olyan papír tevékenységgel, amivel ma már nem igazán érnek rá sem a fiatalok, az idősebbeknek meg jó egy kicsit feleveleníteni. És úgy kezdődött, hogy fiataloknak szántuk, és volt csoportba kimondottan babákkal foglalkozó személy is, hogy nyugodtan lehessen foglalkozni, és tulajdonképpen a kismamáktól kezdve nyugdíjasokig mindenki látogatja ezt a foglalkozást. Na de azért ezt Önöknek is valahol meg kellett tanulni, főleg egy férfinek azért, hogy kézi munkázik, nekem kicsit szokatlannak tűnik. Igen. Hát, mégis annyiból, hogy hát a nejem kezdte még nagyon régen, ő járt tanfolyamra, megmutatta otthon, hogy hogyan csinál, ezt én meg folytattam. Aztán ő lemaradt, én csinálom tovább. Hogy még, lemaradt? Még most is. Tehát hát most ön jobban tudja már ezeket a kézi munkákat művelni, mint Dani? Így van, így van. Most már úgy van, hogy én csinálom, ők csak besegítenek. Mutassunk meg egyet-kettőt ebből, hogy mégis mi az, amit lehet itt ezeken a foglalkozásokon készíteni. Hát, és milyen technikával? Én bevallom, nem értek hozzá egyáltalán. A makramé ez tulajdonképpen egy egyszerű csomózás. Lapos csomóból és ezekből a csomókból áll. De a párom nagyon jól tudja, valóban úgy van, hogy én elkezdtem a tanfolyamot, ő meg profi lett belőle. Kicsit megmutatjuk akkor a kamerának is. Nagyon szép, és mondjuk ez egy öv. Igen. Ez egy öv.
Ma még egyébként lehet ilyeneket látni, hogy valaki használja? Vagy aki mondjuk elmegy önökhöz, lehet, szokta persze használni? Én ott is, meg hát könnyen meg lehet, mert van végül is ez a fülbevaló is. Úgyhogy nem nagy, de hölgyeknek. És akkor ezek mind csomózással készülnek? Hát végül is hát sorcsomó, a másikon, a nyakláncon végül is csavarcsomó van, lapos csomó, és ebből áll az egész. Ez is egy nyaklánc. Mutatom a kamerán. Tehát úgyhogy... Ma már jó inkább dolgokat ezeket... lehet belőle csinálni, meg aránylag könnyű, mert hát, hogyha egy csomót megtanul az ember végül is, amit azt mondtam, hogy hát lapos csomó, ez az egy minta, csak lapos csomóból van, tehát ez az egy nyaklánc. Ezt is mondtam. Tehát aki először jön a foglalkozásra, az alatt a két óra alatt, mert annyi egyik foglalkozás, két óra alatt azért megcsinálja. És önnek mondjuk egy férfinak mennyi idő volt ezt megtanulni? Hát végül is, mivel egy kezdetektől kezdve csinálom, hát nekem 15-20 perc alatt én azt megcsinálom. Uh-huh. És még akkor látunk itt ilyen kis karácsonyi dolgokat, ez hát, is ugyanúgy csomózásra készül? Nem, az ez az már nem, az ez már négykezes. Készült darabok, ugye, amikor karácsony van, akkor készítjük a kis angyalkákat, csengőket, kis különböző kis hópelyheket, tehát mindig alkalomnak megfelelően állítjuk össze a négykezes programját. Amikor jön a húsvét, akkor kis húsvéti tojások, lepkék. Ezt is megmutatjuk. Tehát különböző kis dolgok, és nagyon-nagyon egyszerűek, ez is horgolással készült, és egy-egy foglalkozáson el lehet készíteni. Ehhez mennyi türelem kell? Türelem kell. Az kell hozzá. Mert most igen. Én így belegondolok, hogy ezt megcsináljam, hát én most így elsőre nem tudnám megcsinálni, de lehet, hogy elmegyek, akkor megpróbálom. Mindenki meg tudja csinálni, tehát tulajdonképpen a horgolás meg láncszemekből áll, ráhajtás, pálca, és ennyi az egész, csak annak a különböző variációi. Ugye sokan mondják, hogy hát én ezt nem tudnám megcsinálni, de hogy nem mindenki meg tudja. Volt egy olyan foglalkozás, amikor jött egy hölgy, és hát ő ugyan már biztos, hogy nem tudja ezeket megcsinálni. És leültem mellé, nem szóltam neki semmit, és gondoltam magamba, na most akkor a hölgy addig nem megy haza, amíg legalább a horgolás alapjait meg nem tanulja. És akkor megtanulta, és olyan hálás volt, és mindig jön, és boldog, és megtanulta. Tehát mindenki meg tudja tanulni. Akkor jó, megnyugodtam. Azt mondta, hogy mindig vannak alkalmak. Igen. Ugye most igen. Ezt már nézegettük, hogy itt ilyen kis szép kis babacipőket lehet készíteni, meg egy kis sapka is van hozzá, nagyon hát szép. Igen, mert aki most jön az első két foglalkozásunkra, babacipők meg sapkák lesznek horgolva, és ez csak azért lett meg mintának, hogy ezután aztán akinek kedvet kap hozzá, akkor... Mekkora, meg lehet csinálni. Mekkora igény érdeklődés van egyébként ezekre változó, a foglalkozásokra? Változó. Van úgy, hogy pár ember van, van úgy, hogy 20-25, úgyhogy sokszor már majdnem csak, hogy nem is férünk be a helyiségbe. Tehát és korosztályt tekintve kik azok, akik érdeklődnek? Eleinte sokkal többen jöttek kismamák, babákkal, de vagy az amiatt, ugye az időpont délelőtt. Most a kismamák persze otthon vannak a babákkal, de vagy készítik az ebédet, vagy éppen várják haza a másik gyereket, tehát nem annyira tudnak ebbe a délelőtti órákba. Most már az a jellemzőbb, hogy idősebbek korosztály, aki megjelenik ott, de hát nagyon hálásak, mindenki boldog, hogy a régi időkben mi más nem tudtunk csinálni, kötöttünk, horgoltunk, maklaméztunk. Nem volt ez a úgymond minden, ami körülvesz bennünket a mai 21. századba, és ez én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó kis időtöltés volt. Hát ugye igen, mert már mindent meg tudunk vásárolni a boltban, ami így a magunk keze által készített dolog meg tárgy lenne, az mondjuk nekünk most már sokkal nagyobb érték kellene, hogy legyen. Igen. Egyébként most fog indulni jövő héten a program. Minden héten lesz, minden és héten. Milyen tematikákkal készülnek? Ezek a tematikát mindig mi indulás előtt állítjuk össze, akik tartjuk ezeket az oktatásokat, úgymond. És összegyűltünk, és akkor ugye ünnepek és egyéb figyelembevételével van összeállítva a műsor, illetve ki mikor ér rá.
és most ugye kezdődik a két horgolás kötéssel, és akkor folyamatosan mindenkinek vannak óvónő kollégáink, pedagógusok, mindenki, amiben úgymond nagyon-nagyon jó, és mi, akik segítők vagyunk, besegítünk már az egymás munkájába is. Tehát, hogy minden kedves vendégre legyen egy valaki, aki odafigyel rá, vagy segítséget nyújtunk neki. Most a két foglalkozás után, végülis a két horgolás után, meg hát van a múzeumnak rengeteg csigája. Már nem élnek. Tehát azokból lesz ilyen szél, hárfa, tehát az a... Tehát hát mindenre megtalálják, hogy lehetne újra hasznosítani. Tehát az azért most a következő foglalkozás meg végül is azból lesz, akkor lesz foltvarrásunk, akkor üvegfestés, mi lesz még? Lesz makramé összekötve, Hordanással. Vagy ilyen... gyöngyfűzéssel, tehát aki esetleg a gyöngyöt szeretné fűzni, akkor a gyöngyöt asztalhoz ül, aki meg hozzám jönne makramézni, az meg másik asztalnál vagy a... Közben még egy dolgot mutatok itt, amit egy stúdióba hoztak, még a műsor kezdés előtt beszéltünk róla, hogy ez miből készült? Ez végül is... És milyen célt szolgál? Ez végül is a egyik-másik helyen nem marad meg a virág. És akkor egy fali diszabba a sarokba, és a golyók meg valamikor egyik-másik autóban voltak ezek az üléshúzatok. Ilyen masszírozó üléshúzat, és akkor végülis abból vannak ezek a golyók, és egyedüli sorcsomó csak az van, hogy ebben van több mint 300 méter fonal, ami hát el kell dolgozni. Egyébként otthon is ezzel töltik a szabad idejüket? Nem. Hát otthon ugye, ha elő kell készülni természetesen, meg karácsonyra, ugye már az egész családot elláttam angyalkával, hópehelyjel, húsvétre a lepkékkel, tehát otthon ilyen téren ezzel is foglalkozunk. Egyébként, mivel hála Istennek családi házban lakunk, nagyon imádjuk mind a ketten a virágokat, és ha tehetjük, akkor ebéd, vacsora kint a kerti pavilonba, és megpróbáljuk a környezetünket úgy szépen tartani, hogy ott öröm legyen élni. A műsorunk elején beszéltünk arról, hogy nagyon sok önkéntes szerepet vállalnak ebben a városban, ugye amióta nyugdíjasok most már kicsit idővel is jobban el vannak látva. Miből áll ez az önkéntesség? Hiszen azt mondtam, hogy nagyon sok helyen lehet önökkel is találkozni. A városi rendezvények alkalmával, ha tehetik, akkor besegítenek a szervezőknek. Hol, mikor, hogyan? Ezt a tevékenységet tulajdonképpen a párom fogja össze. Tehát a nyugdíjasban volt kérés a klubba, hogy ha tudunk-e egyáltalán segíteni a városban, különböző akármilyen programok vannak, egy kicsit segíteni. És akkor persze papa összetartja a társaságot, állandó kapcsolatban van a programszervezőkkel, jön a telefon, na erre az alkalomra 5 ember kell, a másikra 10 ember, és akkor a nyugdíjas klubba kezeket föl, ki az, aki ekkor-ekkor tud jelentkezni, és ezt ő tartja így karban és kézbe, és mindenütt ott vagyunk. Vizet osztunk, királyi napok, lecsófesztivál, aláírásgyűjtés, ugye? És hát a programszervezőknek kell. Ami éppen aktuális program, akkor ott vagyunk, ha tehetjük. Van egyébként ezek közül kedvenc? Nekem van. Amikor kint voltunk Tácon, és megnéztük a Pompei kiállítást, az egy valami csodálatos dolog volt. Előző évben pedig, mint segítők, szintén ott voltunk, és aláírást gyűjtöttünk a város részére, hogy kerüljön vissza a palást Székesfehérvárra. Ez óriási öröm volt számunkra, több ezer aláírás gyűjtöttünk össze. És én úgy gondolom, hogy ezek az apró dolgok, amit teszünk a városért, vagy egyáltalán a cél a közös érdekében, ez olyan jó dolog. Ferenc, önnek van kedvence? Kedvenc hát, esemény vagy program így a város életében? Hát nekem a kedvencem végül is, hogy torkoskodjak meg, mert mindig azt mondta akárki, hogy hát a női dolgokban vagyok benne. Hát nekem meg a kedvencem, hogy már második alkalommal voltam, ami hát jó is a Mézes Kalács programban. Tehát a Mézes Kalács házak lettek csinálva, egy gyerekek is csinálták. Jó, az első évben végül is nem vihették haza, amit esetleg akkor ott csináltak.
akkor is felépültek a városnak a főbb létesítményei, kiállítása lett a városház és a polgármesteri hivatalba. Igen, igen, ez az, ami ugye advent környékén szokott a Himerházban. Igen, igen. A tavalyi év az még annyiból programosabb, vagy hát szimpatikusabb volt, hogy ott a gyerekek, amit csináltak, ott rögtön maguknak meg is sütötték a helybe, tehát kedveztek a gyerekeknek, tehát bővítették a múzeum anyagát, tehát a kiállításra került ugyanúgy a tavalyi, és a tavaly előtti a tavalyival, a Himérházba. Tehát ott is torkoskodunk, meg szorgoskodunk is végül is a sütés-főzés közben. Azért ide a legtöbb óvodás iskolás csoportot elvitték megmutatni. Igen, igen, ezek a programok úgy, hogy pára mondta, segítettünk habot verni, akkor a tésztákat ugye már előre el voltak készítve, de ez a habverés ugye folyamatosan kellett. És annyira nagy öröm volt ez a gyerekek számára, hogyan készítették, hogy valami tényleg fantasztikus. Mégis a tésztát készen hozzák, hogy csak kigyúrjuk, hogy gombócokra ki mennyit akar esetleg belőle, vagy mekkora adagot sodorjon ki, aztán akkor az kidizíti magának is. Azért ezek nagyon jó közösség, illetve igen. Csapatépítő programok. Igen, igen, igen. Ugye ez annyira jó, hogy karácsony körül ugye nagyon sok gyerekes családnak teremt programot. Így van. Ugye a Lecsó Fesztivál alkalmával is egy-egy ilyen rendezvényen. Igen, meg ezeken az adventeken, amikor jönnek a gyerekek, és ugye készítik, és akkor megteáztatjuk őket. Tényleg egy annyira sikerélmény számunkra is, de minden, amit az önkéntesség során csináltunk, én úgy gondolom, hogy... Mert mindig más. Mindig más, tényleg. Meg mindig több embert megismerünk aztán. Egyébként milyen gyakran vannak felkérések? Most azért a nyár az duskált programokban. Duskált, mi volt a legutolsó? Hát most a királyi napok voltak, úgyhogy előtte a könyvnapok. Előtte a sportmajál is májusban, meg kint voltunk Tácon a Górziumban. Az tavaly volt a Górzium. Igen, csak most ugye Pompei miatt mentünk. És most a jövőben lesznek még ilyen programok? Hát most a Lecsó Fesztivál a következő. És akkor jön utána aztán megint jön az advent. Így van, így van. Akkor mindig egy éves körforgásban azért pontosan, ott vannak jelen. Így van. Tehát ez az önkéntesség területén, a másik meg ugyanúgy a négykezes területén is. Tehát mindig időhöz, különböző programok időhöz, időpontokhoz vannak kötve. Ugye itt említette a nyugdíjas klubot, az Öreghegyi Nyugdíjas Klubon keresztül tevékenykednek. Pontosan. Egyébként, hogyha mondjuk nem négykezeskednek, és nem önkénteskednek, akkor a nyugdíjas klubban összejövetelek vannak? Persze, mert nagyon azért jó. Azért tudom, hogy a városban elég aktívak a nyugdíjasok. Igen, aktívak. Hála Istennek, mi olyan csoportba tartozunk az Öreghegyi Nyugdíjas Klubban, ahol annyira aktív az élet, tehát mindig történik valami. Sokan azt gondolják, hogy nyugdíjas klubban nem járnak, mert mit eljönnek, hogy leülnek, vagy valami, mindig vannak programok. Tehát olyan jó előadások, programok vannak, hogy öröm oda elmenni, és akkor megyünk kirándulni, megyünk közösen színházba, most megyünk majd 17-én Budapestre, megnézzük a zsinagógát. Tehát egy olyan élményben van részünk, hogy aki akarja, ezt használja ki, mert nagyon jó dolog. Nem kell egy nyugdíjasnak otthon ülni. Igen. És hát a másik az, hogy nagyon sok szellemi vetélkedő is szokott lenni. Így van. Nem tudom, ezekben részt szoktak-e venni. Így van. De azért az nagyon jó, hogy így frissen tartják a nyugdíjasoknak a szellemét, és hát ugye van kikapcsolódási lehetőség. Igen. Is, meg hát tudom, hogy például egy-egy ilyen vetélkedő során azért nagyon sok kutatómunkával jár ez. Kutatómunka, és hál' Istennek büszkék vagyunk a tagjainkra, mert mindig olyan előkelő eredményt érnek el, hogy nagyon sokat dolgoznak érte, de tényleg jó. Most is három csapat indult a harmadik Béla témába, tehát a vetélkedőre. Úgyhogy is 9 fő, hát volt még mellett a tartalékember, hogyha valakinél valami probléma van, akkor azért be tudjon valaki ugorni, tehát mindig van. És mindig ott van a döntőben az Öreghegyi Nyugdíjas Klub, úgyhogy, és van, amikor nagyon jó eredménnyel, első-második helyezésekkel. És akkor ugye ebből is természetesen egy megajándékozás a résztvevőknek, hogy ezt is a város elismeri ezt a sok-sok felkészülési munkát, és egy kirándulással megajándékozza a résztvevőket. Ez nagyon jó dolog. Ha jól tudom, a családban azért van gyűjtő szenvedély is. És pedig? Hát egy időben gyűjtöttem a képeslapot, meg a bélyeget is. Hát végül is a
hájszika miatt egyre jobban abban maradt a képeslap, mivel most jelen pillanatban 7000 darab után megálltam vele. Ez mikortól datálódik? Hát mégis az mikászat a gyerekkoromtól, tehát visszamenőlegesen inkább onnan. És az az igazság, abban az időben még azt mondta az ember, hogy na 1 forint 50 volt a színes képeslap, most 100 forint, hogyha az is visszavette kicsit. Na most meg belépett a számítógép a rendszerünkbe, tehát a világunkba, így meg ott ma már képeslapot meg... nem nagyon küldözgetnek. Persze, vagy ritkán talán egy-egy születésnap, névnap. És akkor most a számítógépről szedegettem le ugyanúgy ezeket a képeket, amit végül is, hát most már mai nappal több mint 30 000-nél járok úgy, hogy amit... És ez mind Székesfehérvárról szóló kép? Az mind Székesfehérvár. Amit végül is mai nappal átadtam még ugyanúgy a levéltárnak, és hát ennek az alkalmából végül is. Igen, ezt a műsorunk elején elmondtam, és ez egy nagyon szép elismerés, amihez gratulálunk ezúton is. Köszönöm szépen. Polgármester úrtól egy polgármesteri elismerő emlékéremben részesült, ugye ezért a munkáért, amit ugye a levéltárnak eljuttatott. Igen, óriási anyagot. Úgyhogy azóta is tartom így a levéltárunkról a kapcsolatot, tehát meg ugyanúgy akármit csinálunk, jönnek az ismerősek, és akár a makramével, akármivel, hát örül az ember, mikor segített. Egyébként így a családi élet milyen mindemellett, hogy akkor nyugdíjas éveket ugye mozgalmasan töltik? Hát ez a családi, a nyugdíjasnak a világon lenni a legjobb. Azt szokták mondani a gyerekek, legyünk óvodások vagy nyugdíjasok. És én nagyon sok ismerősöm van, aki azt mondja, hogy jaj, nyugdíjba vonult, és akkor itt megállt az élet. Nem. Az élet akkor nyílik ki. Tehát én olyan boldog voltam, amikor mind a ketten már a párom ugye pár év előbb nyugdíjas lett, és akkor otthon maradtunk, és akkor közös programok, és akkor a közös a reggeli, az ebéd, a vacsora, közösen megyünk mindenhova, és gombászunk, gombaszakkörbe járunk, horgászunk, imádunk horgászni. Tehát zajlik az élet, tehát annyira nagyon jó, és akkor közösen rendezzük a csöpkis kertünket, de csodálatos, tele virággal, és ez annyira nagyon jó, föltölti az embert is. A család egyébként mit szól ezekhez a tevékenységekhez? Ó, hát örülnek neki, nagyon örülnek. Büszkék akkor? Igen, én úgy érzem, igen. Igen. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttek és meséltek nekünk erről, és a kedves tévénézőknek. Én azt szerettem volna a mai műsorral bemutatni, hogy igenis nyugdíjasként is lehet aktív életet élni, és ezek szerint kell is. Mert hát öröm önökre nézni, és azt látja tényleg az ember, hogy kisimult és vidám fiatal emberek. Hát köszönjük. Köszönöm szépen, és további jó munkát kívánok. Én pedig majd egyszer a négykezesre biztos el fogok menni, és meg fogom próbálni a makramét. Meg foglak tanítani. Köszönjük szépen. Én is pedig köszönjük szépen a figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra.